Újra itt vagyok, hogy folytassam Kéte Norbi kalandjait, és még mindig szerda van, vagyis most járunk a hét közepén, még mindig van 3 munkanap. Hát ezt el sem hiszem. És úgy látom, hogy 1 óránk van, hogy beérjünk a munkahelyre, úgyhogy gyorsan zaváljunk valamit. Én még azt a izé, azt a... gyümölcsös tárt is megenném, ami műanyag. Na de... most az nem... az most nem... relatív. Na. Mi? Ja, a masszástól jól érezzük magunkat. Már elfelejtettem, miket csinálunk. Ja, hogy most már itt teszünk bent? Miért? Mert sok izé a retkes tál a asztalon? Norbi, nem megmondtam előző részben, hogy hova tároljuk a edényeket, vagy a tányérokat? Nem két mosogatógép, mert minden itt van. Majd ez jó kis sivatagi szél ki fújja belőle a kosz meg a retket. Na, finom? Egyéb már, nincs mosolyogja a falnak, vagy a tükörnek, vagy mi van itt, falnak, grosszítes falnak, hanem egyél! Köszönöm. Jaj, ez MS-doszos gép. Jó, úgy látom, hogy eléggé fel van véve. Aha, igen, a szórakozásom eléggé gyenge. Mondhatnám azt, hogy nem jól érzem magamat. Hát de most már nem tudok semmit csinálni. Ó, nem mosogassál! Mondom, hogy nem mosogatunk. Nem mondom, hogy nem mosogatunk. Na mindegy, és most úgy döntöttem, hogy nem megyek be a munkahelyre, vagy bemegyek, csak úgy, hogy szendolón. Ez igen, jó, átöltöztünk. Ja, jó. Hanem, hogy hamarabb teljen az idő, mert így... milyen gate is of the work? Most mentem be? Ideges vagyok. Hát szedjek hangját. Szórakozás nagyon lent van, azért vagyok ideges. Hát ezért nem lesz jó a munkának. Megy felfele azért a előrelépés karrierem. Na. Meddig kell dolgozni? Hú, de jó lenne igazából, hogy ilyen hamar eltelne a nap. Mármint a munkahelyem. Amúgy ne teljen. Remélem azért pénzt kapok. Ne legyél már ideges, Norbikám. Na, majd lejátszunk egy jó kis gétőtöt. Na. Jó, szerintem hazaértem, nem? Nem értem haza? Meddig? Ja, 5 óráig. Jó, értem. Nagyon lent van a fán. 180 dollár. De azért jó munkát végeztem, helyes. Azért a szekrényben nem kéne belerúgnunk, szerintem ő a... ő lesz a... erősebb. Azt hiszem, hogy change outfit everyday. Smoke weed everyday. Tűdi. Na. És elmenjünk valahova. Nem gohere. Travel. Egyedül megyek. Szórakozom, keverem. Nagyon levert a fan. Ó. Itt már voltunk, ugye? Jó. Majd nem mondom, mi ez a marihuánás hely, de az a... az nem az, aminek látszik. Gyerünk szerintem ide. Rest? Nem. Vagy a másik helyre megyünk. Jó. Willow Creekbe megyünk. És bővebben The Blue Velvet Nightclub. Könyvtárban gondolom lesznek jó gépek. Múzeum. Nézzük meg ezt a nightclubot. És lehet holnap szabadságot veszek ki. Nem bírom már ezt a nagy megterhelhetést. Megterhelhetőséget. Ez a stressz. Ezt már nem lehet bírni. What power? The power of voodoo. Voodoo? You do? With high level mischief skill. Mischief. Na végre, hogy betöltöttél. És nézzük, hogy... ó, ki ez a... suká gyerek. Hello! Hey! Te hasonlítasz egy ismerősömre. Hello! Nem friendizünk. Nem friendizünk. Ó, tudok izé? Zongorázni? Na, elénekelnek egy jó kis izé presszel számot. És elzongorázzuk, de már egyből énekelni akarok. Itt ismerek valakit? Pa-ra-pa-pa Tudududududududu Ájjájjá Coco Jumbo Ájjá. Mit csinálnak azok a tajtók? De az élvezik a számomat. Na, ezt tetszik. Ez lehet, hogy a pénzt keresni. Ez Norbi izé. Vedd le a nadrágot, azt tedd ide. De a pénzt dobod. Ó, mikrofon! Ja, vicceket mondjak. Várjunk már. Nekem nem az a... egyik... tulajdonságom, hogy... nem. Na, milyen izé rock dallam szól a... gitárból. Ó, itt újra, itt van a csapos is. Aha.
Felöntött már a garatra. Na. Na most már jól ideges vagyok. Miért vagyok ideges? Mi ez? Ték? Mi a... Mi retkes vagyok? Nem vagyok retkes. Ki? Mi ez a zene? Ezt kapcsoljuk ki. Kapcsoljuk ki. Jó. Jó, akkor meséljek egy két viccet. És egyre jobban megy lefel a fánméter. Álmos is vagyok. Na? Az megvan, hogy megy a hangya meg a elefánt, vagy valami ilyesmi. Na, röhögjetek már! Izé, testvér, röhögjél már! Hát eddig nem valami jó, de legalább nekünk menjünk felfelé a fanméter. És az megvan, hogy izé... Na, ugye? Na, de vicces volt. Ki vagy te? Alice! Te? Pancakes? Azt hittem, ti fél és sereségek voltak. Te vagy az apa, ugye? Jongadolt. Jó, te nem vagy apa. Na, jó vicc. Te nevessézi Alisa, vagy Alice. Vaj, kiket is vagy? Eric. Ho. Ryan. Jibs. Finnuza. De jó viccek ezek. Menj már felfel az a fanmét, és lemegy, ja, hogy abba hagytam. Ja, nem hagytam abba, mi van? Együnk, vagy ígyunk. Mi van itt fent? Nézzük, hogy mi van, hát nem sok minden. Nem lehet enni? Azt ha begyújtok, akkor izé, felmér szórókozásom? Hát így nem mehetek hónap dolgozni. Hé, téged is ölek. Ja, nem, nagyon rossz, úgy látom, nem vagyunk valami jó kapcsolatban. Hát mire itten iszik az ember, lemegy a nap. Úgy nincsen valami kajálda, vagy valami. Elég volt már be hülyeségből. Senkinek nem megy fel a fanméter, csak ennek az izének. Ez röhög rajta, persze, de be van drogozva. Jó, azért már izé. Bob is kicsit mosolyog, de... Ó. Látod, te meg táncolsz, mint hogy én viccelőt hallgatnám. Begyújtok. Megnézzük, hogy... Hát a tűz melege felviszi a szórakozásomat. Ó, hogy járok, mint egy zombi. Na, mondtam én, happy. Warm self. Ó, menjen már felfele valami. Nem megy itt fel semmi. Energy. Fél nyolc, este fél nyolckor energy easy. Nullán, mi ez? De amúgy mit akarunk? Kászem van ott, phone, practice, programming. Most járt el, szépen hazamegyünk, mert ott van a mi kis gyönyörű gépünk, mindig a gép segít ki a rossz borongós hétköznapon. Ez a igazság, a Sims is azt mondja. Hol lakunk? Ja, nem is itt vagyunk. Kik vannak? Kik ezek? Ezek voltak a szomszédok, akiket megmutatták az arcukat? Itt egy zesz szomszéd. Nem érdekelnek az a város lakossága, kicsodák. Nekem ez az összes gépem érdekel. Azon gondolkodok, hogy melyik a jobb? Tényleg, hogy így betöltő képernyőket kell nézni, vagy például letöltöttem a Sims 3 komplett editort, mint múltkorában, két napja. És ott meg, vagy fél 3 percet kellett várni arra, hogy betöltsük a várost. Még utána csináltam egy Simet, és mindig betöltő képernyőknél várni kellett, vagy 2 percet. Nem tudom, melyik volt a jobb. Hogy jó, itt is várni kell, de legalább... annyira nem akad meg ilyesmi. Az a lényeg, hogy együnk. Nem tudunk valamit főzni, most gondolom, torta nem kell. Csak ezeket tudom megcsinálni. Melyiket ennél meg? Hát egyik az sem. Csináljunk egy family size-ot, arra van size, arra van pénzünk. Hogy járkálunk? Hát ez a rendőri karrier, nem a én specialitásom. Lehet izé... Lehet átállok a doktorira. Doktori pályát kell választanom. Lehet az lesz. Na, majd még alszok rá egyet. Kettőt. Együnk már! Jó, nagyon finom. És
egyre megy lefelé a energy. Jó, azt hiszem felhívom a főnököt, azt tudom ki a főnök, de felhívom, hogy ték a egy szünnapot kell vennem, mert nem bírom már idegekkel. Igaz, csak 3 napot dolgoztam, elég út. Nem eszünk? Na. Jaj, természetesen elmehetsz, ezért receptet adjak. Na, élvezzük a napot. Jó, élvezzük, de most alszok egyet, az biztos, hogy menjen addig is lefelé a fán. Ó, mennyi retkes tányér. Nem is nézek oda. Hát, ha nem nézek oda, akkor olyan, mintha ott se lenne. És most sem megy fel a fán. Hát mondjuk most alvástól. Mondjuk miért? Olyat álmodik, akkor izé Freddyvel álmodik, akkor biztos felmegy a fán. Na és mindjárt felmegy a energy. Jaj, kukorékolt a kakas a sivatagba. És ideges vagyok. Nagyon jó. Na hát akkor mozdjunk le. Valami... vagy egy jó kis izé. Forró fürdő, az segít. De ő sevölt akar, ő zuhanyozni akar. Nem akarok repülni, flörtös akarok lenni. Energikus. Gyorsabban. Na hát, ha felmész a fán még egy hónap utána. Jó, szarnunk kell. Vagy húgyozni, azt nem tudni. Jó. Itt úgy látom, hogy itt nem tudom, hol kötötték be a szennyvíz csatornát itt a sivatagban, de ez minket nem érdekeljen. Jó, együnk. Én azt mondom, ne itthon. Vagy ez romlott már? Ó, megromlott. Hé, nem tettem be a hűtőbe. A kukába. Nem lehet. Ó, de be a mosogató, hátra eldugul. Ó, mondjuk akkor tányérokat is be tudnám tenni a mosogatóba, úgyhogy nem most. Oha, jó, inkább legyen ott. Ó, milyen lepke az. Meg lehet fogni? Nem lehet. Na, mi ez? Go for a jog. Exercise? Ja, hát most azért akar nagyon sportolni a Norbi gyerek, mert fel van izéd doppingolva. De én azt mondom, hogy gépezzünk. Hova akarok én menni? Ja, enni kéne. Nem kell itt enni, gépezzünk. Play a game. Jó játszunk a Sims-el. Wow. Haha, na, mi a boldogság, öröm. Na, menjünk egy fel a fán. Jó kis izé 800-600-as felbontásba. Hohoho. Jaj, menj lefel a izé. A ürülék szint. Ó, kínai Sims. Ó. Na, lássátok, a Sims egy ilyen hamar betöltött még. Bizonyára, nem mint a Sims 3. Ó, így sem egy fel nagyon fun. Everyone needs some fun. Na, ez az itt már megy a egyepegye. Nem akarok csúnyán beszélni. Na, már sárga a fán. Helyes. Uhuhu. Na. Jó, enni kéne most, ha tényleg komolyan. Nem tudom, elmenjünk valamerre. Travel. Nem gépezünk, Norbi? Na, még ott vagyunk bent, de nem. Most a ház szobánkba. De már. Arra mentünk, és már itt lagunk. Ezt jól elmondtam. De az a baj, hogy nem rakta be a retkes kajáldát a Sims 4-be. Hát itt hol legyek? Ezek mind is ilyen nightclubokon, nem lehet enni. Múzeumban bizonyára nem. Áj, Istenem. Itt biztos voltam már a Newcrestbe, vagy néztem, de itt mi van? Ez mi? Itt házat lehetne venni, vagy ennyi? Én biztos nem megyek. Itt volt valami olyan? Hát itt ilyen boltok. Én azt mondom, hogy nem utazunk. Hanem valahogy... Én azt úgy tudom, hogy... El lehet menni vakációzni. Na. Jó, de az most szerintem kilőve, majd lehet a következő részben elmegy. Ja, de akkor már menni kéne dolgozni. Na. Elmenjünk vakációzni. Azt mondja, van pénzem annyi. Menjünk el vakációzni. Én azt mondom. Jó. Humvot. És valakivel menjünk el vakációzni. Nem, egyedül mink. Kivel? Nem vagyok jó kapcsolatban senkivel. Everyone is a köcsög.
Na. Ide, ide megyünk. Máshol nem is tudunk. És ez hány napos vagáció? Oha. Hol legyen a szállásunk? Hogy ez milyen? Mi? Micsoda? 893 izé egy nap? Hoho. Na, ez már jobb ez a 111. És ez? Nem elérhető. Akkor ez lesz. Hány nap legyen? Egy nap elég? Bőven elég szerintem. Egy nap elég egyelőre. Nézzük, mert azt tudom, mit kellett itt csinálni. Ha nem lehet, hogy enni nem lehet, akkor megdöngünk éhen. Ennyi. Chilling mokka, mokka, gardening skin. Na, élvezzük a vakációnkat, nagy vakáció. Az biztos, hogy meghalunk éhen. Nem, itt van rá sütni, de én nem tudok sütni. Én nem tudok sütni, ez mi? Practice. Mi a jó istenem? Hol fogunk aludni? Ja, ez ilyen patkóhajítás? Ne egyé! Kell dobáljad a patkót. Na! Ne beszélj, mert dobáljad a patkót. De a fan megy felfele. Hello friends, I'm Arvin. Hello Arvin. Your friendly forest ranger. Jó, akkor tőled kell kérdeznem. Hol vagy Arvin? Vagy hogy hívnak? Arvin, hello. És nem mutatkozunk be funny, viccesen. Na, nem patkózunk, Normi. Elég volt. Köszönöm. Viszlát. GTA and Arvin nem ismerik egymást. De Arvin röhög. De csak ő. Azt mit kérdezek tőled? Nem is lehet semmit csak kérdezni. Nem biztos románcba állok veled. Ó, izé a... De eltévedünk. Na, ide be lehet menni? Nem. Ja, ez már a másik szálló, ahol miben izé 800 Simeon... Similion volt a... napi tarifa. Most komolyan itt vagyok? Azt hol alszok? Hol van... ez a nagy tábor? Sehol senki? Na, itt egy WC. De hát hurrá! Na, egy ilyen táborhely, ez a másik hát. Ó, komolyan mondom. Jaj, baj lesz. Hát hol alszok? Jó van. Arvikám, nem tudsz nekem sütni valamit? Na. Grill? Hamburger. Jaj, rosszul érezni magunkat. Nem akarok beszélgetni Arvin veled, mert meg fogok dögleni éhen. Köszönöm. Menj el dolgozni. Az a munkád. Hashbrush. Fel fogunk robbanni? Nem még. De jó, ebbe a álomszép erdőbe lenni. Ú, de jó. Amúgy nem. Hát azt hittem több dolog van itt. Hát ember sincs. Komolyan mondom. Mindjárt rám támad valami bandita csoport. Egyél már! Ha büdös, ha nem büdös. Közé minőség jó? Azt írja. Na. Igazából nem enném, de na. Jó. Na, most már alap létszükségleteinket teljesítettük. Most már aktivitás kéne. Ezért nem kellett volna itt nem tudom mennyi pénzt elizélni. 111 dollár. Ez semmiért. Ezt meg lehet gyújtani? Hangout. Aha. De nincsen senki, az a egyetlen probléma. Hát mit csinálok itten? Oho! Na, eszünk. Úgy látom, eszünk. Ez mi? Hakszám van, aha. Nem ölelkezünk. Wow. Na milyen növényt vettünk fel? Na, már izékát és skillünk is van. Milyen növényt vettünk fel? Ez nem biztos nem. Basil. Basil. Mi ez a basil? Mi ez? Nem, mi ez? Sóska? Vagy mi a jó isten? Ez nem tudom. Basil. Basil, vagy nem tudom, hogy ejtik. Tényleg. Na, úgy látom itt egy
Ki ez, izé? Forrest Gump? Ez lehet, hogy benszülött. De úgy látom, azért van itt, van itt, de én vele, ő vele nem akarok semmit csinálni. Hey, hello! Joki, hello! Hogy hívnak? Kari. Na ide, ide, beülünk, nem a tűzbe. Ide. Üljünk le. Na, van itt izé. Közösség. Community. Mi a jó Isten? Ez szerintem be van öltözve a medvének. Nem egy medve beszél. Na már egyből idegesek lettünk. Most mi a bajunk van? Ja? De ez nem medve, Norbi, ez nem igazi. Ne legyél mennyire gyökérsek fej. Kapjuk el egy lepkét. Na. Ho-ho-ho! Azért meg kellett kerülni ezért 20 kilométert. Nem, hogy megkerülted volna egész erdőt, azt üsszöltél volna. De ez egy rendes... Ez... Egy Ashlyn. Ez lehet egy... Ez nem is egy kani medve. Ám, Asher, mutatkozom már a medvének. Mi van már? Jaj, most meg ez Stranger Danger. Ó, még hogy nevet a menni. Vent. Adjuk ki a idegességét. Mind integet mindenki mindenhol. Hello, hello fa, hello bokor, hello. Izém, nyomorék vagyok. Fogyatékos. Jézus várja, mik ezek a hülyeségek? Ez mi volt ez a hang? Mi van? El akarod égetni, izé, babakocsit? Nem lehet, hogy beleugorni a tűzbe? Play. Mi? Ja, a tűzzel, aha. Jézus Mária! Mi a bajunk van már? Ja, hogy a szaunába akarunk relaxálni. Hát egy szaunát nem igen látsz, Norbikám. Te ki vagy? Harman. Ja, most nem csinálunk éppen semmit? Értem. Tell a group story. Aha, az hol a group? Roast. Mi a jó? Ez mi az ecstasy? Az agyamat eldobom. Aj, lelocsolt a fát. Az lenne még a legkeményebb, hogyha újra be tudnánk gyújtani, mikor már vizes a fa. Hát mi profik vagyunk. Jézus Mária. Na, mi ez a szobor? Nem nézzük meg, annyira nem érdekel. Nézzük már meg őket, hát ha van itt valaki. Azon gondolkodok, hogy meddig tart ez egynapos izé, vakáció? Hogy mi éjszaka, reggel hazamegyünk, azt azért egyben mehetünk dolgozni, vagy mi? Ezt nem értem én. Na, mi van az én házamban, retkes? Ezt kit érdekel? Na. Ó, nem is lakik itt senki, hát komolyan mondom, agyamat állom. Miért nem tudtátok kiírni, hogy nem lakik itt senki, azt akkor nem néztem volna a retkes betöltőképernyőt. Akkor itt sem lakik úgyse senki. Senki sincs itt sehol. Dolgoznak mindenki. Na mit hülyéskednek? Bicep. Na érzem meg ezt. De ne betöltőképernyő legyen, azért. Mit tudunk venni? Van itt valaki? Na, ez a hülye medve van itt! Jaj, menjünk innen! Na, mit tudunk venni? Alma! Na, sátrat mondjuk venni kéne, nem? Mi van? Ilyen drágák a sátrak! 1070! Mi? Nem lenne összejönni ez a medvével, azt ingyen megúsznánk. Jaj, hát akkor vegyünk egy almát. Hát, na. Ó, gitár is milyen drága. Ó! Mondjuk ez az ágy, hogy mi ez? Ez annyira nem drága. Hát de most elizéljem összes pénzemet erre. De hol alszok? Ez milyen meg a koler? Cooler. Hát ez nagyon drágák. Na, például egy kisebb ágy, kisebb, ez, ebben nem lehet aludni. Most értitek, most egy nap egy éjszakát itt alszok, azt most azért izéljem el az összes pénzemet, mert itt alszok egy éjszakát. Hol, hazamegyek, azt majd lesem a postába a villanyszámlát. Jó, vegyük meg eztet, na.
Nem vett minket hanyatt. Vagy nem vág minket főt, azt mondja. Ah, hagyma. Krumpli. Tomátó. Meg elég egy Na, vettünk egy ágyat, hurrá. Explore Woods. Mi fel tudjuk fedezni a erőt? Nézzük csak meg. Ki ez a jó isten? Ja, Arvin. Hello. Te vagy az Arvin. Hát hogy vettek fel ilyen izét vadásznak? Hát hogy nézel ki? Na, bemegyünk ebből erdőbe, rengetegbe, haza, vagy vissza nem fogunk térni. Istenem, Jézus. Hogy nézett ki ez a Arvin? Jobban tetszett addig, amíg kalap volt. Pick up a gitár, violin, a piano, bla bla bla, bla bla bla. Most én vagyok izé. Én nem bírom másztat, hogy én minden betörtökép, hogy leugrok a szakadékba. Aha. Ó, már megint nem szórakozás mérhez, hát nem hiszem el. Ez mi? A WC. De ebbe az erdőben sincs senki? Aha. Itt úgy látom, van egy ház. Mi az izé? Kocsma. Mi a jóisten? De itt sincs senki. De, mégis. Hello. Mint komolyan mond, ez szerintem egy horrorfilm. Itt vagyunk egy izé, bárba, vagy mi ez? Ott egy kisgyerek. Sehol senki, csak egy kisgyerek. Where are you parents? Parents, kisgyerek. Hello. Jézus Mária. Alexander. De ne menjünk már ki azért, hogy beszélgessük. Hova megyünk? Most akartam friendizni. Ez ilyen... Ez nem a kocsma, ez ilyen... kis állatból, hogy mi a jó isten ez. Hát oda biztos... Jézus. Hogy beszélsz, kisgyerek? Logopédusnál voltál? Ó, játékos vagy, akkor barátom vagy. És ezért gamer vagy, barátom vagy, get to know. Hello. De tényleg nincs már senki? Nézzünk csak tovább. Oh, ott van valaki. Egy kannibál. Tábortűz. Nem lobog a tábortűz. Ja, szóval ide jöttünk azért, hogy... Ne jön itt semmi. Oho, ide el lehet menni? Ez fasz a kis tó. Nem beszélgetünk ezzel a gyerekkel? Chibo, Chio, én a lész jobban szeretem. Na, megy fel a kapcsolat. Aztán hol laksz kisgyerek itt erdőbe? Vagy lehet a sivatagban, nem? Hol én? Mondom, more choice. Funny. Ja, Jézus, Alexander, ne ijeszgessél már. Azt hiszem, bejött egy izé ős gorilla. Na, azért megy fel a fanunk. Na. Nem lopták el a WC papírt. Kori. Még Kori? Mi? 5? 7? Hello Kori, te vagy az apa vagy mi? Hogy hívnak? Orio. Hogy tényleg? Mi? Nem látom. Oszkorio, téged? Gót. Te gót vagy? Azok tudom hol laknak, azok... Gótokkal nem beszélek, Sims 3-ba se szerettem a gótokat. Jó van, hello kisgyerek, hello. Ó, ital, izé jó. Nem is tudom. Jó, szerintem ennyi lett volna ez a rész, mert mindig itt vagyok a következő rész, és még itt leszek. Várom, hogy leszálljon az é. Nem tudom, mi lesz. Ó! Hát nem tudom, hogy éljük túl ezt a éjszakát. Jó, mondjuk van már ágyunk. Na mindegy. Legközelebb minden folytatom, remélem tetszett meg minden. Sziasztok. Ó, mennyi növény. Na jó, majd lopkodunk innen. Jó, sziasztok.